Évekig dolgozott Pap Árpád az Igaz Történetek Mindenki Földjéről című könyvén gyűjtő kollégáival 160 szemtanú emlékezéseit jegyezte fel. A könyvben a néprajz szemszögéből tárul az olvasók elé a 41 és 44 közötti időszak, a könyv címében a Mindenki Földje egy szójáték. Példaként Szabadkát említi a szerző, amely sokszor váltott gazdát, a legszebb északi szerb városként, a bunyevácok fővárosaként és a magyarság kulturális központjaként említik, tehát mindenki a sajátjának tekinti, fogalmaz Pap Árpád. Nem véletlen, hogy a néprajzosok eddig a 40-es évek időszakával, főképp Vajdaságban, de nem foglalkoztak, mert hiszen olyan elfojtott, mélyen elültetett és elfeledni akaró történetek és időszakról van szó, amit ugye nem csak a saját tragédiák fémjeleztek és határoztak meg, hanem igazából a második világháborút követő ideológia is. Pap Árpád azt mondja, a beszélgetések, visszaemlékezések gyakran megrázták, hiszen az emberek a szüleik vagy a nagyszüleik tragikus történeteit tárták fel előtte. Annyira megráztak a történetek, nem tudtam magamtól olyan távol tartani sem az adatközlőket, sem a történeteket, hogy ne éljem őket át. És ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon gyötrelmes dolog, hiszen ezek az emberek a saját, nagyon sok esetben a saját rokonaik, saját szüleinek a halálát írják le. Ettől, hogy mondjam, indiferensnek maradni, vagy pedig távolságtartani, ez képtelenség, mert azt hiszem mindenki valahol lelke mélyén emberből van. Hamarosan a kötet második része is megjelenik, abban az 1944 és 1948 közötti időszakot dolgozza fel a szerző. Mindkét kötet kiadója a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.